Klassz FM, a rádió. Hey, ciao, ciao. Jó, ez a szemüveg az saját design, vagy volt? Nem, hát ma már lehet ugye szemüveget terveztetni, vagy hogy te magad megtervezed, és utána legyártják. Ennyire azért nem vagyok benne mostában. Régen jobban foglalkoztam ezekkel a nüanszokkal. Ez talán látszott is az előző zenekaromban, hogy azért ott ez egy kicsbe menően. De ott te voltál a designer? Közös volt ez, azt gondolom. Ah, világos. Nem volt annyira mesterkét, mint amilyennek tűnt egyébként néven. Gyerekkori álmom volt, hogy zenész legyek, én 10 éves voltam, amikor ezt kitaláltam, és azóta végülis minden lépésem annak érdekében történt. Ez hogy jött? Ültél otthon, hogy mi legyek? Nem. Zenész legyek? 10 voltam? Édesapám volt olyan kedves, akinek ezúttal is szeretném nagyon megköszönni, és elvitt egy Metallica koncertre. Akkor onnan a fekete ruha. Az MTK stadionban volt, és de nyilván borzasztó szerettük. És ő volt innentől kezdve a gitáros főhős szerep megtestesítője. Példakép is nyilván egy jelentős ideig. Hát komoly harcok árán valahogy eljutottam oda, hogy hozzájutottam egy hangszerhez. Ez azóta is megvan egyébként, ez egy Orpheus márkájú csoda. Ez egy most az, hogy egyre többet kezdenek ezek érni már retro képet. Igen, a beat korszakból maradt ránk. És, színe piros? Hát ez a ilyen tigris csíkos, tudod, de Sunburst-nek csúfolják, de azért megkopott keményen. De Orpheus-t átírtam Morpheus-ra, meg volt rajta ilyen tancsoda P betű, egy kis különböző borzasztó kreatív Roberto lehetett, hogy ez nyilván az egy ilyen korlenyomat is, akkor, hogyha úgy közelítjük meg. 14 éves koromban alapítottam meg az első zenekaromat, amit utána sikere is vittünk, és a tavalyi év végén oszlattunk fel. Ugye ez a klasszikus mondás, hogy a csúcson hagytátok abba, tehát abban nem volt több? Lehetett volna biztos folytatni, de mindig van több, nem? Hát folyamatosan fejlődik az ember, meg színesedik. Én ezt láttam magunkon. Csak valami olyasmit akartam csinálni, ami olyan szinten lázba hoz, mint például az első zenekarom, amikor elkezdtem csinálni. És most pontosan azt érzem, nyilván egy teljesen más zenéiséget képviselünk a jetlaggel. Tekint, hogy az előző rockzenem volt ez, meg valami elektrocucc. Ugye egész nap tudok rajta nyüzsögni, meg ezzel fekszem. A jetlag az ilyen. Néhány villámkérdés, hogyha bárhol, bármelyik történelmi korban élhetnél, melyik korban mennél vissza, vagy akár előre, és hogy miért? Vissza nem mennék. Az a baj, nem szeretem a nosztalgiát. Szerintem a nosztalgia az minden olyat megöl, ami forradalmi és progresszív. A rock and roll nekem arról szól, nem egy zenei műfaj, nem egy ECM900-as Marshall bedugva egy Gibson hangszerrel, hanem az egy attitűd, egy életforma, egy látásmód. A felfedezés az engem mindig jobban izgat. Tehát magyarul akkor inkább előrefelé mennél, és muzsikálnál a jövőben? Ebben sem szoktam úgy gyakran belegondolni, szeretem azt csinálni, amivel foglalkozom, és akkor ez most még nem jár a fejedben, mondjuk 10 év múlva hol fogsz tartani, vagy hogy 10 év múlva hogy látod mindig magad? Mindig megkérdezik, de aztán mindig rácáfolok az ígéreteimre, úgyhogy én most már nem megyek bele ilyen meddő kérdésekbe. Hát nézd, most ha a 10 éves, amikor a Metallica koncerten ott állok, azt mondja nekem valaki, hogy itt ülök veled, és a jetlagről beszélgetek, ami a második zenekarom, ami egyébként teljesen, és egyébként mellett a dalszerző vagyok meg, tehát hogy nem hiszed el. Lehetetlen dolgokat hoz az élet, szerencsére. Mi történne, ha mondjuk nem lenne holnaptól kezdve mobiltelefon, laptop, számítógép, elektronika az életedben? Egyébként az a furcsa, hogy azt hiszük, hogy ezek a kommunikációs eszközök megkönnyítik az életünket, de valahogy mégis úgy érzem, hogy sokkal kevesebb időm van, mióta ezek vannak. Tehát óriási becsapás ez, meg szeretjük magunkat azért kicsit becsapni. Meg, ha tudjuk, hogy be vagyunk csapva, akkor is azért úgy elvegetálunk ebben. Ha már a becsapásnál tartunk, volt-e valamilyen nagy hazugságod, amire emlékszel? Nagy hazugság. Barátnak, barátnőnek, családtagnak. Hát az első csajomnak nem vallottam be, hogy ő volt az első. Hoppá, nem értem. Hát mert rejábbul túl későn volt, vagy? Hogy menősködni kellett vele, hogy te már nagyon nagy csajozó vagy, és hány éves voltál akkor? Ez a mai napig nem tudja egyébként, hogy ezután is puszilom. Illetve várjál, én ettől fogok... Nem tudja, hogy az első. Na hát igen, akkor lehet, hogy igen. Akkor nem is tudjuk, hogy kiről van szó. Mi az, amit benned a legjobban szeretetnek a kollégáid, akikkel együtt dolgozol, muzsikálsz? Hát valószínűleg azt, amit a legjobban nem szeretnek. És pedig? Hát a perfekcionizmus szerintem. Szerintem így a véletekig cizellálni a dolgokat. De amíg gépészmérnöknek kezdtem el tanulni, de aztán nyilván, azt így abba hagytam, mert akkor kezdett el feljönni a zenekar, és nyilván inkább zenészként ténykedtem, az volt az álom, de alapvetően ez a szimetriamánia, meg ez a részint racionális gondolkodás, ez abszolút látszik a dolgaimon.
nem lehet befejezni, csak abba hagyni. És én sokszor nagyon késő szeretem abba hagyni a dolgokat. És addig a 10.-12. arcát nyeri már el, mire úgy döntök, hogy ez az. De én ezt izgalmasnak tartom, meg úgy fogom fel, mint egy kihívás, mint egy játék, de nem lennék a munkatársam, az biztos. A saját, de a saját főnököt sem? Főnökként elviselni egy ilyet? Nekem nincs főnököm. Ezt nem tudom elképzelni. Figyelj, hoztam neked 10 dalt, te hányat ismersz fel, jó? Jaj, jó. Előadó vagy dalcím? Nemekből vagyok rettentően gyenge egyébként, az a baj. Mindjárt keresztül. Spotify. Na oké, nézzük milyen gyors. Úgy hívják, hogy Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Oké, következő. Adás. Hát a Genesisből kivált főhős, akit hogy hívnak? De a dobos, bocsánat. Az, volt. Hát az, végül. Hát ezt mondom, hogy nevekből. De most már főhős Phil Collins. Phil Collins, semmi baj lesz. Hát ez is valami a kortársa lehet. Hó, Zacsiba sem voltam még ekkoriban. Valami jó kis glam korszak. Ah, olyasmi. Midnight Oil. Dante Thomas, Miss California. De Moby. Lift Me Up, azaz, tökéletes. Hát ez kicsit sekélyesebb. Megsértődne? Nem. Úristen. Azaz, Jesse J, Price Jesse Tag. Jesse J, imádom, ez Jesse J? Az volt. Ha már Ausztrália. Nem volt. Inexis. Inexis, ja. Azt pedig. A hangja nagyon jellegzetes. Hát a Nickelback. Azaz, Chad Kroeger, Nickelback, nagyon jó. Jó, mekkora dal volt, te jó Isten. Tudom, ez svéd. Jó az irány, jó az irány. Azaz, jó az irány. Azaz, persze, megvan ez. Jackie Kennedy. Hát a... Hát a Queen nyilván. Hát persze. Egyemben. Just like that. Pink. Hát megvannak ezek. Ja? Hát egy könnyű. Ez a kötelező kérdés. Milyen érzés, amikor meghallod a dalod a rádióban? Vagy mit csinálsz? Hát jó érzés nyilván. Már az, hogy így publicitást nyer ezáltal, hogy a legnagyobb rádiók játsszák, de hát rengeteg hibát találok benne azóta, úgyhogy alapvetően így alkotóként nem olyan jó érzés. Aha. A közben lassan megérkezünk. Csá! Hát nem szekerem fel a hangerőt, az biztos. Ilyen sem. Ne hozzá őket ilyen helyzet, de szerintem ők se érzik magukat jól ettől. Nem, tényleg az van, hogy nyilván viszonylag sokszor hallgatja meg a dalt az ember addig a pillanatig, amíg elkészül. De mikor már elkészült, akkor is így nem lehet befejezni, csak abba hagyni egy csomó olyan dolgot, meg hangszint állok bele, amit másképp kell csinálni, de a következő meg új dalok azok alkalmat adnak arra, hogy ezeket helyesbíthessem, úgyhogy e pillanatban is azon vagyok szerintem. Oké, jó munkát, és köszönöm az interjút. Nagyon köszönöm.